Nincs már aktív koronavírus fertőzött Új-Zélandon, jelentette be az ország miniszterelnöke Wellingtonban, miután az utolsó regisztrált beteg is felépült. A kormány jóváhagyta egy sor korlátozás feloldását, lehet tömeg, illetve magánrendezvényeket rendezni, normál üzemmódban működhetnek az üzletek, vendéglátóhelyek, és nincs korlátozás a tömegközlekedést vagy az országon belüli utazást illetően sem. Ez a fajta szabadság továbbra is a határellenőrzésen alapul, ami a vírust országunkon kívül tartja. Nem feledkezhetünk meg azonban a globális helyzetről. A nyers valóság az, hogy a vírus egy ideig még a földön marad, mondta Jacinda Ardern miniszterelnök. A közel 5 milliós Új-Zélandon összesen valamivel több mint 1500 koronavírus fertőzöttet diagnosztizáltak a járvány kitörése óta, közülük 22-en haltak meg. Az utolsó fertőzöttet 2,5 hete regisztrálták, azóta mintegy 40 000 tesztet végeztek.